miközben mindenki méltán a hősies árvízi védekezésre koncentrál, aközben a kormány benyújtott egy mindeddig példanélküli törvényt, amelyben összevonja a Magyar Nemzeti Bankot és a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét, pontosabban jogutód nélkül október 1-jei hatállyal megszünteti a PSAF-et. MSZP véleménye szerint ez a felelőtlenség minősített esete. Ugyanis egy olyan kaotikus állapot alakulhat ki ennek nyomán a pénzügyi szervezetek felügyeletében, ami a stabilitás szempontjából megengedhetetlen. Megengedhetetlen, ugyanis ez a törvény nem tisztázza ennek a rendkívül rövid 5 hónapot sem kitevő átmenetnek a feladatait. Így tekintettel azt az előzményt, amit Matolcsy György már befutott gazdasági miniszterként, majd jegybank elnökként is, aggodalomra ad okot, hogy ez az átállás hogy fog sikerülni. Az MSZP véleménye szerint Matolcsy György mind szakmailag, mind etikai okokból alkalmatlan egy ilyen összevont szervezet vezetésére. Szakmai oldalról alkalmatlan, mert tevőleges részese volt abban, hogy a forint árfolyama a 2010-es kormányváltást követően folyamatosan romlik, és nem nevezhető stabilnak. Tevőleges szerepe van abban, hogy elszabadult az infláció, tavaly 6% volt, és nem rajta múlott, hanem a kereslet visszaesésén, hogy ebben az évben viszonylag alacsonyabb a aktuális inflációs adat, és alkalmatlan szakmailag abból a meggyőződéséből adódóan is, ahogy a jegybank tartalékaihoz viszonyul, a legújabb számok ezt mutatják, hogy csökkennek a jegybank tartalékok. És van egy nagyon lényeges etikai kérdés, amire úgy gondolom, hogy a szakmán belül, tekintve, hogy a pénzügyi szakterület az a bizalomra épül, ennek hiányát láttuk az elmúlt 3 évben, hogy milyen tragikus következményeket mutatott, hogy Matolcsy Györgynek ambivalens a viszonya a magántulajdon szentségéhez, a magántulajdalom védelméhez. Ezt kifejtette a pasaréti templomban mondott beszédében, ami arra utalt, hogy az ő fejében ez egy program, hogy a magántulajdon állami tulajdonba történő átvitele a számára egy olyan jótétemény, amibe akár az is belefér, hogy törvényi lehetőségeket teremtenek, meglévő törvényeket hágnak át. Tehát az MSZP véleménye az, hogy noha elvileg nem kizárt egy ilyen összevonás, azt komoly szakmai előkészítés kell, hogy megelőzze. 1,5 hónappal ezelőtt még maga a miniszterelnök is úgy nyilatkozott, hogy nincs napirenden a két intézménynek az összevonása. Ez az árvíz ideje alatt, amikor mindenki más másra figyel, benyújtott törvényjavaslat, mi úgy gondoljuk, hogy egy otromba centralizációs szándék azt jelzi, hogy Matolcsy mindent visz, az ő erőszakos, ugyanakkor mindezidáig sikertelen és nézeteit tekintve a piacgazdaságot megkérdőjelező álláspontja egy újabb kockázati tényezőt teremt a magyar pénzügyi rendszer tekintetében. Tehát ezt a törvényjavaslatot mi kifejezetten károsnak tartjuk, nem a működési elvet, hanem ahogy és ami beterjesztésre került a magyar parlament elé. Ez véleményünk szerint kockázatokat hordoz, az, hogy október 1-jével ezt erőszakkal be akarják vezetni, szakmai egyeztetés nélkül, az eddigi felügyelet jogutód nélküli megszüntetésével, az felveti a káosznak a lehetőségét, és a bizalmi területen, a pénzügyi területen már maga ez a veszély önmagában egy kockázati tényező, ami károkat okozhat. Tehát az MSZP véleménye az, hogy egy ilyen összevonást, egy ilyen átszervezést nem szabad így előkészíteni, nem szabad így végrehajtani, és nem szabad Matolcsy Györgyre bízni, mindkét szempontból, mind szakmailag, mind erkölcsileg alkalmatlan erre a feladat.